Köszöntöm kedves nézőinket, jó estét kívánok témánk, továbbra is az önkormányzati munka. Mai vendégünk pedig Kanizsai György Béla, aki a hetes számú egyéni önkormányzati képviselőkörzet képviselője. Köszöntelek nálunk. Köszönöm szépen a meghívást, és én is szeretettel köszöntöm a nézőket. A hetes körzet az gyakorlatilag a város déli része a maga sajátosságaival, az időjárás megváltozásával nagy gondként jelentkezett itt a vásárt és csapadékvíz elvezető időről időre való kijöntése. Sikerült-e ennek a problémának a végére járni? Így van. Ez volt talán a kampányidőszakban mutatkozott problémák közül az egyik leg legnagyobb probléma, ami közvetlen lakóházakat veszélyeztetett, és ennek a problémának az idén, illetve az előző év végén is az idén télen sikerült végére járni. A problémát az okozta, hogy a Vásártérsor utca végén, hogy átmegy a nyílt áruk egy zárt rendszerbe, ez a zárt rendszer a kifolyás előtti néhány méteren be volt szakadva, tehát ez a beton árok, ez beszakadt, a föld beomlott, és gyakorlatilag eldugította ezt az 50-60 centi átmérőjű vízlevezető rendszert, és hát értelemszerűen, amikor volt egy nagy eső, és a fogadóárok is meg volt elve, annak a víznek esélye nem volt onnan kifolyni, ezt a VGRT most tavasszal rendbe rakta, és ennek már most végül is volt eredménye is, hiszen a múlt hét hétfőn lezúdult felhőszakadás, emlékszünk rá, amikor a város öntötte a víz. Feljött ugyan a víz a vásártér sor legvégén is, tehát még a nyílt árokban, de már nem öntött ki olyan mértékben, hogy az házakat veszélyeztessen. Tehát az árok nem öntött ki magát, csak megtelt? Megtelt az árok, tehát színig volt, tehát azt úgy kell elképzelni, hogy a járda is egy kicsit víz alatt volt, de a házat már, tehát házakat már nem veszélyeztetett, pedig ez most egy igen nagy eső volt, tehát úgymond kiállta a próbát az árok. A körzet más részein vannak-e még belvízgondok? Vannak belvízgondok, hiszen a körzetem a Hőforrás utcától lefele levő terület, a Szedres utcától egészen a, a volt útépítővállalatig, és ez egy alacsonyan fekvő terület, tehát már ebből adódóan is viszonylag magas szinten van a belvíz, de azok a fejlesztések, amik részben két évvel ezelőtti költségvetési pénzből lett megvalósítva, gondolok itt a kötelesi utcai ároknak a rendbetételére, illetve a másik az a haladás utca, amit sajnos egy, egy önkormányzati hiba folytán nem készült el időre, de a terveim már most elkészültek, és az idén meg fog valósulni. Tehát a haladás utcán volt még probléma, hiszen ott semmilyen levezető árok nem volt az alkotás utcától a csontosérik teredő terjedő szakaszra illetve az a pályázat, amit pedig most megnyert a város, ez a 350 millió forintos pályázat, plusz az önerő, ebben pedig a Kender utcának van a páratlan oldalának a teljes megvalósítása, tehát gyakorlatilag ezek voltak azok a nagyobb gondok, amik a körzetemet érintették, és ilyen kis apróbb átadás eldugulások, árok, nem, 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 nem volt karbantartva az árok néhány utcán, például az Ádám és a kötelesi sarkán, illetve a köteles utcán néhány olyan részben, ahol nem magánszemély tulajdonos volt. Ezeket az árkat most rendbetetem a közterület felújítási pénzből, és így gyakorlatilag a körzetben azt lehet mondani, hogy, hogy megszűnik az a veszélyforrás, amit a Belvíz jelent a Pityeri vagy hivatalos nevén a Csatornakert is ehhez a körzethez került a 2010-es átszervezés következtében. Itt igazából már kialakult egy miniváros rész. Sikerült-e javítani az elmúlt egy évben az itt élő körülményein? Az elmúlt egy évben ez pontosan tavasszal történt. Önkormányzati képviselő indítványra, három képviselő Harsány István, Majoros Petronella és Jómagam adtunk be a költségvetést módosító előterjesztést, a külterületi dűlőutaknak a de lakott dűlőutak, tehát nem az, amit a mezőgazdasági bizottság mezőgazdasági utakat rendbe tesz, nem azokra vonatkozóan, hanem azok, ahol lakott dűlők vannak ennek a rendbetételére, és ebből a pénzből az a mi körzetünkben, tehát a hetes körzetben az alma és a pityeri dűlőnek az első olyan 3-400 méterét sikerült rendbetenni, tehát a leglakottabb és leginkább járt utakat hozták rendbe az a bedöngölték, meghengereszték és én jó magam is elnőriztem a munkát. Azt gondolom, hogy amit most meg lehetett tenni, azt megtettük ennek Ő, az tehát érdekében. A közlekedés alkalmas, és a mentő autó is be tud menni. Úgy így van, a ezt, és... ezt, elértük, így van. Tehát az egyik az Alma utca, Alma dűlő jelentem. és a Pityeri dűlő. Oh. Tehát az 1-es és 2-es dűlő a szováti útból, hogyha megyünk balra. Az 1-es és a 2-es dűlő, illetve még a 2-es dűlőnek van egy további kb. 3-400 méteres szakasza, amit sajnos nem tudtunk, mert nem volt elég pénz rá. Nem tudtunk megcsináltatni, de én azt gondolom, hogy vagy vagy most még ősszel, hogyha a költségvetés úgy engedi, akkor, hiszen más képviselőknek is vannak még hasonló problémái, tehát ezt, hogyha meg tudjuk beszélni, akkor még az idén, de legkésőbb jövő tavasszal a hármas és a négyes dűlőnek szintén az első 400 métereknek a rendbetételével be fogjuk tudni fejezni ezt a munkát. Közlekedés biztonsági okokból és a személyek biztonsága érdekében nagyon fontos lenne, hogy az ott élő emberek részére járda készüljön a út fél mentén, illetve a közvilágítás további bővítése is fontos lenne. Mikor lesz erre esély? Körülbelül fél évvel ezelőtt tartottam egy lakossági fórumot a Volt Hármas Iskolában, a Rákóczi Utca Iskolában. Amit konkrétan a vasúti átjáró átépítésével kapcsolatos projekt bemutatása céljából hívtam össze, és igazából az, az ezt a fejlesztést érintőket hívtam oda elsősorban, tehát a csatornakertben élőket, illetve a Szováti út környékén lakókat, hiszen az ő életük 2015-től rövid időre, két-három évre, de fel fog bojdulni, mint ahogy most napjainkban például Karceg és Püspökladány egyes részein tartanak a munkátok. Én akkor egyeztettem a, ennek a projektnek a vezetőjével, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT munkatársával, Henyedik Lászlóval, aki biztosított arról, hogy 2014-ig befejezik a e, püspöklányik tartó szakasznak a felé, felújítását, tehát ez a százas vasútvonal, amiről beszélünk, ez egy fő közlekedési vasútvonal, Budapest-Záhony, Vonal, és ennek 2015 és 18 közé esik majd a Debrecenig, tehát Püspöklodány Debrecenig tartó szakaszának a felújítása. Ez magába fogja foglalni a teljes vasúti pályatest felújítását, a vasú, ezt a vonalat keresztező útaknak a megszüntetését, tehát ugye itt már 160 km h órás sebességű átállásnál nem keresztezheti személy, illetve autós forgalom ugyanabban a síkban, tehát ezért ott egy aluljáró fog épülni, illetve a vasúti pályaudvar, tehát a pályaudvarnak a teljes épülete a kiáratoktól a parkolóig minden meg fog újulni, tehát ez egy, ez egy nagy beruházás, azt gondolom, hogy a város történetében az egyik legnagyobb beruházás, ami a közlekedést érinti, hiszen nem csak a helyi lakosok használják a pályaudvart környékét, parklóit, hanem az ideérkező turisták is, tehát mindenféleképpen szükség van erre a felújításra, és ez 2015-ben meg fog kezdődni. És visszatérve a kérdésre, hogy hogy mikor lehet a, a szováti úton közvilágítás és gyalog és kerékpártot építeni, mivel ebben a, ennek a felújításnak a része a szováti úton az első, ha jól emlékszem, 500 méteren a közvilágítás és a a gyalog és a kiépítése ennek a költségét így nem a város kasszájából kell előteremteni, hanem ezt megcsinálják helyettünk, és nekünk innen ennek a rácsatlakozását kell majd megoldani. Tehát ez 2015. Ben, ahogy elkezdődik a felújítás, én azt gondolom, hogy ott, ott már gyakorlatilag mi azonnal léphetünk, tehát nem kell majd rá várni az önkormányzatnak, hiszen a terveket az önkormányzatnak is engedélyezni kell, mint, mint fenntartónak, tehát nekünk is hozzájárulásunkat kell adni, és amennyiben biztosítékot kapunk arra, hogy ez meg fog valósulni, úgy már mi azonnal elkezdhetjük akár a szaka, ezeknek a szakaszoknak a fejlesztését az idén is van keret a közteletek felújítására a különböző körzetekben, mint már említetted, ennek egy részét a belvízmentesítés érdekében fogod elkölteni. Mik azok a feladatok még, amik ebből megoldódhatnak, megvalósulhatnak az idén? A 2010-es választást megelőző kampányban édesapámban bejártuk a körzetet, és felírtam én már akkor azokat a leginkább problémás járdaszakaszokat, amelyek felújításra szorulnak. Nekem ez a táblázat máj napig megvan, én máj napig ebből dolgozok. Ezen kívül, hogyha bárki keresett engem telefonon, most is volt ilyen ebbe az évben, megkerestek és egyeztettünk ott pár javításra szoruló járdaszakaszt, ezeket még természetesen beépítettem. Amiket felírkáltunk 2010-ben, ezek, ezek Körülbelül 4-5 évre megfelelő mennyiségű anyagi szempontból, anyagilag értelmezve ezt a kérdést, megfelelő mennyiségű felújítandó rész. Tehát én azt gondolom, hogy azok a részek, amik most kimaradtak, bár az idén is szerettem volna, meg be is építettem, de, de sajnos pénz már nem maradt rá, ezek jövőre mindenképpen meg fognak épülni. És, és én azt gondolom, hogy amiket felírtunk, amiket a lakosokkal egyeztettünk, az összes olyan járda szakasz, illetve olyan, olyan közterületi probléma meg fog oldódni, ami, ami akkor napitente került és ugye ebből a 3 millió 375 forintból, ami minden egyes képviselőnek ennyi jutott ebből a 27 millió forintból, ebből én kb. 1,8 millió forintot költöttem el járdák felújítására, ezek már meg is történtek, ezeket én már elnőriztem is, és a lakók is meg vannak vele elégedve, tehát ugyanúgy, ahogy megbeszéltük, ugyanúgy végezte el a munkálatokat a Városgazdálkodási ZRT, és körülbelül másfél millió forint pedig azokra a kisebb elvíz problémákra, amik nem nagy projektkedetében, de de mindenképpen megoldása voltak. Ez a Kötelesi utcán, az Ádám-Kötelesi sarkon, illetve a Borjános utca 26 szám alatt egy átadás kellett kicserélni, megjavítani, mert mert nem folyt le a víz, és mivel az utolsó a, a csontos érig, tehát pontosan ez tartotta vissza az egész Borjános utcának a, a víz lefolyását. Önkormányzati képviselőként tagja vagy a Turisztikai Bizottságnak is. Nem feladatod, és mégis elkezdtél tevékenykedni azért, hogy a város újabb turisztikai desztinációkat hódíthasson meg. Miért tetted ezt, miért teszed? Ennek két, két nagyon kézenfekvő oka van. Az egyik az, hogy az egyik végzettségem az egy szólnokon szerzett turisztikai és szállodaszakos oklevél. Tehát tanultam, és ebben dolgozok mai napig, több mint 10 éve, lassan 15 éve, ez az egyik oka, a másik pedig az, hogyha a költségvetés megnézzük, akkor látjuk azt, hogy a bevételek között akár a helyi adóbevételeket, ha nézem, akár az állami, államtól kapott támogatásokat, akkor ezeknek a jelentős részét körülbelül egy olyan 1,2-1,3 milliárd forintot a turisztikai bevételek tesznek ki. Tehát ahhoz, hogy ez a város úgy tudjon fejlődni, mint eddig is, hogy hitel nélkül, de mégis látványosan. Ehhez nagyon fontos az, hogy a turisztikai bevételek azok megérkezzenek a városhoz, az, ön, a kasszá, az önkormányzat az be legyenek fizetve, és, és, és végül is az itt élőknek a... a akár a szálldában dolgozóknak, vagy szálldatulajdonosoknak, akár a magánszállás rendelkezőknek legyen megfelelő mennyiségű vendége. Tehát nyilván itt azt is nézni kell egyrészt, hogy az önkormányzatnak bejöjjenek a bevételek, és tudjon fejleszteni, a másik pedig az, hogy a helyi e, turisztikai szereplőknek e, meg legyen a megfelelő mennyiségű vendége. Milyen destinációkban látotta -e a jövőt még a meglévőkön kívül? Hát ugye a meglévők most a lengyel kampány indult el, és ennek most egy technikai oka volt a késésnek, hogy csak egy olyan három hete kezdődött el ez a kampány, de már most megvan a jótékony hatása, és bízunk benne, hogy amiért kicsit később kezdtük el így, esetleg akkor a szeptember, esetleg az október lesz majd erősebb a Lengyelországból érkező vendégszámot tekintve. Én úgy gondolom, hogy a meglévő, tehát a román, cseh, szlovák, magyar, nem szabad kihagyni a magyar és a lengyel piacot, továbbra is dolgozni kell, továbbra is jelen kell lenni ezeken a területeken, hiszen nagyon ismertek, nagyon közkedveltek vagyunk ezekben az országokban. De én azt gondolom, hogy hogyha itt most sokan már a minőségi turizmusról beszélnek, már, már talán tíz éve kezdődött bevezette még Jenei ezt a fogalmat, hogy, hogy minőségi turizmus, akkor, akkor én azt gondolom, hogy a repülő, repülőgéppel érkező vendégeket nem szabad kihagyni. Na most ebből a, ezt a menetet követve, az idén egy holland study toolt szerveztünk, nagy részt én vittem végig ezt a study toolt. Holland turisztikai szakembereket hoztunk ide, akik, akiket azért kértünk meg, hogy, hogy, tegyenek eleget a meghívásunknak, hogy egyáltalán be tudjuk mutatni, hogy mi milyen turisztikai kínáltal rendelkezünk, hogy ez a holland vendégeknek megfelelő. -e. Ők nagyon jó szájízzel mentek haza, Konkrétumokat egyelőre nem tudok, hiszen mi megmondtuk, a, mint, szervezők a Study Tour legvégén tartott workshopon, tehát amikor egy ilyen kis munkaértekezlet volt, hogy az önkormányzat innestől kezdve az üzleti kapcsolatokba, folyamatokba nem fog beleszólni. Mi megtettük a magunkét, és hát nyilván itt majd a, a, most már a szolgáltatóknak kell majd ösztönözni, akár vásárokon való részvételekkel, akár személyes kapcsolattartással, ajánlatokkal, hogy ez az eindhoven járat ez valóban ne csak a munkás, vendégmunkásokat és az átutazókat szállítsa, hanem vendégeket is tudjon hozni ide. Tehát adott a lehetőség, a repülőtér folyamatosan fejlődik, nekünk ezt, ezt, le kell követni, és, és reméljük, hogy minél több régióból lesz most már közvetlen járat Debrecenbe, és akkor utána ezekre az új járatokra lehet majd nekünk is lépni. Személy szerint te hogyan gondolkodsz a város jövőjéről? Most nem turisztikai értelemben, gondolom elsősorban, milyen fejlesztési irányokat tartasz, szükségesnek, helyes úton járunk-e, milyen saját gondolatod van. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi lehetőségekhez képest ez a város nagyon jól áll. Én nézegettem az interneten nagyon sok más hasonló nagyságú település, de legyen ez akár Dunántúli településnek a honlapján található költségvetést, és hát a jelenlegi helyzetben nagyon sok település fejlesztésre csak pályázat útján tud szertenni. Ugye most a kormány megtiltotta a hitelfelvételt, ezt hozzáteszem szerintem nagyon helyesen, bár régebben is meg kellett volna már ezt lépni, nem lett volna akkor ennyi adósága az önkormányzatoknak, Viszont az kétségtelen tény, hogy akkor nem is tudtak volna így fejleszteni, mert hogy csak hitelből tudtak fejleszteni. Ez a város ez nem szorult erre sosem, és én azt gondolom, hogy a jövőben sem fog. A turizmus az továbbra is e, már nem csak úgy stagnálni, de valószínűleg élénkülni is fog. Bízunk abban, hogy a, a magyar embereknek egyre több pénz marad a pénztárcájukban, többet fognak tudni jönni Hajdúszoboszlóra, illetve a külföldön is a, a válság hatása az enyhülni fog, és, és látjuk már most azt, hogy az idén például az első hat hónapban a szálldáknál, vendégszámban 13,5%-ű, vendégészaka számon pedig közel 8%-os emelkedés volt. Mindezt annak ellenére, hogy az áprilisi nagy hidegek, illetve az a húsvéti időszak, a május 15 időszak az első két hónapnak a pozitív számait azt teljesen anulálta. Az a május-június az nagyon jó volt a száldákban, hogyha ez a, ez a növekmény ez nagyjából kitart majd a a nem kereskedelmi szálláshelyekkel kiegészített összes számban is, akkor egy nagyon szép évet tudhatunk most magunkénak. Be fognak jönni azok a bevételek, amelyekre számítottunk, még akár egy kicsit több is. Tehát azt lehet mondani, hogy hogy turisztikailag, illetve az önkormányzat bevétel és kiadási oldalaiból jó pár évre rendben lesz a, a város. Én a magam részéről nagyon fontosnak tartom, és a legutóbbi ülésen szó volt arról, hogy a az úgynevezett nem turisztikai, hanem városmarketing előterjesztést elfogadtuk, illetve ennek lesz majd egy kibővített változata, és én szorgalmaztam azt, hogy azok a, azok a munkahelyteremtő beruházások vonzásai, pontosabban, tehát hogy megpróbáljuk bevonzani ezeket a beruházásokat, és induljanak el, hiszen van a városnak egy olyan része, ez egy, egy, éppen pont az én körzetem, illetve abban határos területek, tehát ott a Szováti út környéki területek, amelyek alkalmasak arra, hogy kisebb, közepesebb, nagyságú termelőüzemeket bárki oda létesítsen. Vannak nagyon jó és kiváló minőségű termőföldeink a környékünkön, nagyon sokan termelnek, csemege kukoricát, borsót, babot, tehát nagyon sok konzervipari terméket vagy mezőgazdasági árut megtermelnek. Ezekre például lehetne egy üzemet telepíteni, nyilván ez nem az önkormányzat feladata. Tehát az önkormányzat ilyen ügyben maximum ösztönözni tud. Tehát én ezért szolgálmaztam ott a testületülésen is, hogy akkor mi is képviselők mit tudunk megtenni ennek az ügynek az érdekében, hova kell menjünk, kiket kell keresünk, hiszen az egy dolog, hogy a lakosságnak a jelentős részét érinti a turizmus. Én azokat is ide számolom, akik mondjuk az építőiparban dolgoznak, és azért van egész évben munkájuk, vagy az év nagy részében munkájuk, mert apartmanokat újítanak fel, burkolnak, festenek, udvarokat, kerteket tesznek rendbe, kőművesek építkeznek. Tehát van egy olyan része, akik nem közvetlenül, de közvetve érintett a turizmusban, és van egy olyan része, aki pedig a lakosságnak, aki pedig egyáltalán nem a turizmusból él, és, nem, is, nem is szeretné a turizmusban dolgozni. Ezt nyilván az, emberek, az embereknek meg kell érteni, nekünk is, képviselőknek, hogy nem mindenkit lehet rákényszeríteni arra, hogy elmenjen felszolgálni, vagy, vagy vendéget fogadjon a házába. Úgyhogy nekünk az is feladatunk, hogy ezeket a beruházásokat megpróbáljuk ide vonzani, és azáltal ezeknek az embereknek is munkát próbáljunk tudni adni. Nagyon sokan várnak, hogy újabb munkahelyek teremtődjenek a turizmuson kívül is a városban, hiszen a turizmus főképpen szezonális, ezt tudjuk jól. Én nagyon szépen megköszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és további munkát kívánok. Köszönöm szépen a meghívást, és a nyár további részére pedig szép napokat kívánok a lakosságnak.